Össze nehéz döntést kellett meghozni a Bakosi Péternek és családjának. A tehetséges magasugró eddig Nyíregyházán készült, októberben azonban úgy döntöttek Németországban, Stuttgartban tréningezik a jövőben. Edzője az a Kis Tamás lett, aki egykoron az atléta édesapjának, Bakosi Bélának és édesanyjának, Szenci Erikának is az edzője volt. Jelenleg a német ugróválogatott szakmai munkáját irányítja. Az elmúlt hetekben a német központ mellett külföldön is edzőtáboroztak, és Bakosi Péter eredményei biztatóak. Főleg nemzetközi versenyeken indul majd a következő évben. Most iskolai tanulmányai miatt pár napot Nyíregyházán tölt, és addig édesapjával készül. 2018-ban igazából a Ferencváros világbajnokság van, de olyan magas szintet állapítottak meg, hogy az arra nem készülünk. Előfordulhat esetleg, de 233 centi, azt gondolom, hogy ez olyan magas szint, hogy azt nagyon kevesen fogják teljesíteni. Igazából 8 magasugrót szeretnének meghívni a világbajnokságra, hát az még elég messzinek tűnik. De nyáron Európa bajnokság van, Tamással egyeztetve ez a fő versenye Péternek, tehát mindent ennek rendelnek alá. Ő azt gondolja, hogy Péter, ha nem lesz beteg és nem lesz sérült, akkor jó esélye lehet, hogy döntőbe kerüljön az Európa bajnokságon. Bakosi Péter jelenleg a Debreceni Egyetem hallgatója, és egyéni tanrendje miatt most tud néhány vizsgát teljesíteni. A magasugró az elmúlt években rendre megnyerte a magyar bajnokságot, az Univerziádén viszont nem került be az utazó keretbe, így nagy bánatára nem vehetett részt a versenyen. A jövő héten utazik vissza Németországba, és december közepéig ott készül, majd elkezdődik számára a fedett pályás idény.